Borbély elnök úrral ugye elmondtuk, hogy közös projektekben gondolkodunk. Az elmúlt időszakban is nagyon sok olyan projekt valósult meg, amely magyar kormányzati segítséggel történt. Legyen ez gazdaságfejlesztés, legyen ez oktatási projekt. Itt állunk ugye a Sapientia mellett, legyen ez egyházi támogatás, itt van a Mártáron központ mellettünk. Tehát fontos üzenet az, hogy a csíkiak mindig számíthatnak a magyar kormányra, ahogy a magyar kormány is mindig számíthatott a csíki emberekre. És jó volt újra barátok között lenni, jó volt újra beszélgetni közös dolgainkról, hiszen az elmúlt egy évben a járványhelyzet az megint elszakított fizikailag egymástól. Járványhelyzet ellenére a főkonzulátusok zavartóan működnek, az ügyfeleket kiszolgálják, továbbra is lehetőség van a magyar állampolgárság felvételére, aki részt szeretné venni a magyarországi választásokon, vagy csak akkor vehet részt, hogyha regisztrál, kéri felvételét a választói névjegyzékbe, fontos, hogy ez megtörténjen, illetve egyéb ügyes bajos dolgaikat is tudják intézni az állampolgárok, legyen az útlevéligénylés, vagy éppen babakötvény támogatás. A főkonzulátusok mindig számíthattak a csiki RMDS támogatására, az Eurotrans támogatására, illetve az EMNT támogatására, és fontos, hogy ez egy közös nemzeti ügy. És az állampolgárság, ezelőtt 10 évvel kezdődött el, emlékszem, itt felidéztük a régi emlékeinket Bece Istvánnal, Borbély Csabával, amikor indult ez az egész, és hát elnök úr az első között volt, ugye, aki felvette az állampolgárságot. Tehát az István segítségével itt nagyon hamar a csiki RMDS beleállt ebbe a munkába, és segítette a főkonzulátus tevékenységét. Talán 30 éve arról álmodtunk, hogy a magyar közjogi palettán megjelenjen a határon túli magyarság, a külhoni magyarság, és Orbán Viktor kormányával ez lehetővé vált, hogy Kárpát-medencében közjogi értelemben is a kettős állampolgárság intézményével, a honosítással megkapjuk a közjogi státuszt. A legelejétől kezdve, amikor még a magyar igazolványok ügye volt, a csiki területi RMDS messze menően vállalt szerepet, és talán kialakult egy olyan bizalmi viszony a csiki lakossága, hogy el tudom mondani, hogy ma már közel 400 000, tehát mintegy közel 25 000 kérték a csiki területi RMDS-en keresztül, vagy közreműködésével a magyar állampolgárságot. Mind olyan számokról beszélgetünk, amely olyan konkrét vállalást jelent a magyar állam részéről, amely abban kell megerősítse a csíki, de nem csak a csíki, mert beszélhetnék Gyergyóról, Udvarhelyről, Székelyföldről, Erdély többi részéről is. Olyan együttműködések, amelyek megerősíthetnek abban, hogy itthon gyereket vállalni érdemes, hogy itthon tevékenykedni, tanulni érdemes, és a 3B jegyében, Bukarest, Budapest, Brüsszel tekintetében egy olyan szerencsés időszakot élünk meg, amikor Bukarestben is szavunk van, szavunk tud lenni és van Budapesten, és szavunk van Brüsszelben, ahol be tudjuk folyásolni a támogatáspolitikát. Ezért is fontos a honosítás ügyének a folytatása, ebben várjuk a közreműködését mindazoknak, akik még nem vették fel a kettős állampolgárságot.